Szeretettel köszöntöm nézőinket, és jó estét kívánok Lakos Veronikának, ma esti vendégünknek, aki a Szocdemek képviselőjelöltje. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm én is Önt is, és a nézőket is. Veronika, mi ez a párt, és hogyan került Ön kapcsolatba ezzel? Tulajdonképpen én 68 éves vagyok, de még egyetlen egy pártnak nem voltam tagja. És én mindig néztem, figyelgettem, hogy mi az, ami nekem szimpatikus. És sokszor néztem meg Smukkandor műsorát, meg elmentem Pestre, mikor a szépkorúaknak tartotta a rendezvényeket. És annyira szimpatikus volt, hogy elfogadtam a felkérést, mikor megkerestek engem, hogy vállaljam el a 11-es számú körzetnek az országgyűlési képviselőjelöltségét. És megtiszteltetésnek is vettem, és elvállaltam. Mert egyetértek ezzel a párttal, egyetértek a dolgaival, tehát nagyon szimpatikus. Hát említette, hogy nem volt tagja pártnak, de mennyire folyt bele a politikába a korábbi években? Azért ott voltam a politikánál, tehát ott voltam, véleményem mindig volt, tehát nem vagyok az az ember, aki véke alá rejti a véleményét, véleményem az mindig volt, de tehát ha volt rá lehetőség, el is mondtam, de sok mindennel nem értettem egyet, tehát bizzal mondhatom azt, hogy pillanatnyilag nincsen egyetlen egy olyan párt sem, akinek teljesen egyetértenék a programjával. Uh-huh. Amilyenken kívül természetesen. Mivel foglalkozott korábban? Most említette, hogy most már nyugdíjas, de... Igen. De hát én 61-ben költöztem Ravasra, Nyílogoson születtem, és kereskedő vagyok, kereskedelmi szakközépiskolát végeztem el. Aztán az Áfisznál dolgoztam, mint boltvezető, ellenőr, gazdasági alapegységvezető, és utána elvégeztem egy virágkötői tanfolyamot, és nyitottam egy virágüzletet, majd egy év múlva itt Dabason egy sporthorgász ajándéküzletet, ahol még mindig ugye tovább képeztem magam, elvégeztem a becsős iskolát, élelmiszerhigiénikust, menedzserdiplomát, tehát azért mindig igyekeztem tanulni egy kicsit, hogy valamivel azért tájékozottabb legyek a világ dolgai felől. Igen, hát akkor ilyen jövő menő, szervezkedő egyéniség, úgy gondolom. Igen, mint egy kereskedő, tehát nagyon könnyen tudok az emberekkel kapcsolatot teremteni, világéletemben emberekkel foglalkoztam, tehát ez nekem nem probléma, ez nem esik nehezemre, hogy beszéljek az emberekkel, és aztán meg is nyílnak előttem. Hát azért én azt gondolom, hogy elég nagy falat egy országgyűlési képviselő választáson indulni. Mennyit gondolkodott ezen a döntésen? Hát 5 percet. Úgyhogy akkor nem volt nehéz dönteni. Nem, hát 5 perc alatt végül is eldöntöttem, úgy voltam vele, hogy megpróbálom, hogyha már egyszer megtiszteltek azzal, hogy felkértek rá, akkor nem fogok nemet mondani, és a legjobb tudásom szerint mindent elkövetek, hogy bekerüljek abba a parlamenti székbe. És hogyan képzeli el a képviselői munkáját, mondjuk, ha bejut a parlamentbe? Hát nagyon szeretnék bejutni, természetesen mindenki azért indult, hogy szeretne. Hát elsősorban az embereket szeretnék tenni, tehát mindenképpen a választóimat szeretném, hogyha már megtiszteltek a bizalmukkal, akkor szeretném azt, hogy a dolgaikat elintézni. Először is a pártnak a programját, azt nagyon magamévá tettem, ezt a 3x8, tehát 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Uh-huh. Ez számomra nagyon fontos dolog. Mert ugye, hát ezt gondolom népszerű az emberek körében. Igen. Ha már egyszer Európában vagyunk, itt vagyunk Európa szívébe, akkor ugyanazért a munkáért keressünk annyit, mint Európa másik országaiba is. Nagy multik, itt Magyarországon 1/5 fizetik az embereknek, akik náluk dolgoznak, mint amit kint. Uh-huh. Tehát a kecskeméti Merci gyár már most örömmel kommentálta, hogy mikor idejött, akkor az embereknek 1/4 fizette, mint a német anyacégnél, ugyanazért a munkáért, és mondta, már most 1/3 fizeti. Hát kérdezem én, ennyit ér a mi munkánk? Nem érünk mi magyarok ugyanennyit, mint egy másik nemzet. És én ezért szeretnék küzdeni, hogy meglegyen, hogy egy fizetésből meg tudjanak élni az emberek. Hogy legyen meg a 8 óra munka és a 8 óra pihenés, a szórakozás. Legtöbb anyukának már nincsen ideje, sem ereje. Este, mikor hazamegy, hogy a gyerekével foglalkozol, hogy nevelje a gyerekét szeretetre, békére, boldogságra. Nincs rá ideje, mert 3 műszakban dolgozik, hogy el tudja tartani a családját, ha el tudja. Uh-huh. Önnek a családja mit szólt ehhez a döntéshez? Hát kérkedve fogadták,
Volt, aki azt mondta, hogy úgysem fogom tudni megcsinálni az 500 aláírást. Volt, aki azt mondta, hogy mit égetem magam. Tehát hasonlóképpen, de most már úgy látom, hogy mindenki támogat. Nem bánta még meg a döntését, hogy neki vágott? Nem, nagyon sokat dolgoztam, hihetetlen sokat dolgoztam, mert nagyon sok új emberrel ismerkedtem meg. Például tegnap előtt Ócsán voltam, és a Boriska nénihez elmentem, és 85 éves a Boriska néni, és megkérdeztem tőle, hogy régen láttalak, hogy vagy, és mondja, hogy hát nem mondhatja, hogy nagyon jól van, mert nincsen munkája a testvérének, a gyerekeinek, se a fiának, se a lányának, és ő tartja el őket, oda járnak naponta ebédelni. Na most ennek nem lenne szabad, hogy egy 85 éves asszony tartson el két fiatalt. És ezek olyan lehangoló dolgok, de azért tulajdonképpen... Tehát erről eddig sehol nem beszéltek. Nem beszélnek az emberek szegénységéről, nem beszélnek a nyomoráról. És ezen kéne változtatni. Az adókulcson is mindenképpen változtatni kellene. Legyen egy 5%-os adó mindenkinek, és akkor mindenki bevallja becsületesen. Én állítom azt önnek, hogy ha 5%-os adó lenne mindenkinél, akkor sokkal több adót szedne be az állami, mint így, mert akkor nem érné meg rizikózni. Akkor mindenki becsületesen, tisztességesen bevallana mindent, nem kéne neki semmiféle kiskapukhoz folyamodni, és több adót szednének be. Ugyanúgy ugye most bizonyítja ez a cigaretta, meg ez a cigaretta üzletek, amik vannak. Hát erre egy nagyon érdekes eset tudok elmondani, egy külföldi ismerősöm jött ide Magyarországra, és hát ő nem tud magyarul, és akkor kérdezi, hogy miért van itt ilyen sok szexbolt, szexshop. És akkor hát ugye a kollégám, aki tudott vele beszélni, az mondta, nem ezek dohányboltok, nemzeti dohányboltok. Én úgy gondolom, hogy ez Magyarország szégyene. Mert azért nem, tehát ne ilyen dolgokra költsük el a pénzt, adjunk az embereknek munkát, teremtsünk munkalehetőséget, és adjunk az embereknek élelmet. Most mi 312 óriás plakát árából minden nap 2000 adag ételt osztunk Budapesten. Azért az a 2000 ember, aki jól lakik, azoknak azért nézni, látni az arcukat. Van olyan köztük, hogy egy hete nem mosakodott, vagy két hete, és hogy mikor evett, vagy mikor nem, de ez az egy tál meleg étel nagyon sokat jelent neki. És ezt meg tudná csinálni másik párt is, hogy miért kell egy óriás plakáton szembenézni egy képviselőjelöltnek, mikor mi nem csinálunk ilyen óriás plakátot, mi A4-es vagy A8-as csinálunk, és mindenki a saját költségére. Mert azt hát biztos tudja ön is, hát hogy ne tudná, mindenki tudja az országban, hogy aki 500 aláírást összegyűjtött, az 1 millió forint pénzt kap az államtól. Mi erről az 1 millió forintról rögtön lemondtunk közjegyző által, és ebből kapják az élelmiszert. Ha többi párt ezt csinálná, akkor sokkal több éhező ember szűnne meg éhezni. Vagy esetleg meg lehetne azt oldani, hogy a gyerekek az iskolában kapjanak reggelit, ebédet és 10 órait, hogy legalább ne éhezzenek. Ahol én születtem Nyírlogoson, ott azt csinálják ebbe a kis faluba. Nem kell fizetni se a reggelit, se az ebédet, se az uzsonáért a gyerekek. Mindezt ingyen kapják. Mi a véleménye arról, hogy most az idei évben minden eddiginél több párt jelentkezett be a választásokra? Tehát most annyi féle párt van, hogy szinte nem is fogjuk tudni végignézni azt a lapot. Hát én gondolom azt, hogy ez az 1 millió forint, senkit nem akarok megbántani, hangsúlyozom, de ez az 1 millió forint biztos, hogy nagyon sok embert dominált, vagyis tehát... nagyon inspirálta arra, hogy induljon, mert nagyon sok ilyen ember van. De mi már a kezdet-kezdetén, amikor elindultunk, ugye ezt tudta mindenki, már akkor megbeszéltük, hogy egyikünk sem fogadja el ezt a pénzt. 82-en jutottunk be, ez egy nagyon szép dolog egy új pártól. Tavaly alakultunk, és már 80, és ezt nagyon komolyan gondoljuk. De ez a szociáldemokrata párt, ez az egész világon egyre jobban elharangozott, tehát több országban alakulnak már ilyen pártok. Én nekem gondolom, hogy ezért alakult ez a sok párt, de nagyon sok ki is esett, nagyon sok be se tudott jutni. Hát nyilván... Itt Davason vannak-e szimpatizánsok, vagy vannak-e a pártnak tagjai, vagy vannak-e követői? Szimpatizás nagyon sok van, mert rengeteg emberrel beszélgettem, és nagyon szimpatikusak. Tagok még nincsenek, de egy héten belül lesznek. Tehát most ezzel voltunk elfoglalva, és rövid időn belül, hát remélem, hogy elég sok tagja lesz a pártnak. Hogyan kampányolnak, vagy hogyan keresik meg az embereket, rendeznek-e fórumokat?
Hát igen, igen, rendezünk, én is holnap fogok egyet tartani, hát ez mire adásba kerül, már nem lesz aktuális. Én is a Művelődési Házban egy ilyen fórumot fogok tartani, ahol telefonon hívtam meg az ismerőseket, meg plakátokra kiplakátoltam, és ott fogunk bemutatkozni a Smukkúrral, és Vangó Margit lesz a vendégünk egy órára, mindenkit egy szendvicssel meg fogok vendégelni, ez az, ami az én saját zsebemből tellik, tehát ezt az én vendégeim lesznek, akik megtisztelnek azzal, hogy eljönnek, és nagyon remélem, hogy úgy fognak elmenni erről, hogy sokkal többet fognak tudni a pártról, és hogy még több lesz a szimpatizánsunk. Mennyiben jelent az nehézséget, hogy most megváltoztak a körzetek, és most már nem csak itt Dabas és környéke, hanem mondjuk egészen Ráckevéig el kell mennie annak a kijelölt, és aki az emberekkel meg akar ismerkedni? Hát sokkal több fáradtságot jelent. Éppen szombaton voltam Ráckevén, ugye hát vidéki embernél a legegyszerűbb a piacra kimenni, és ott nagyon sok emberrel beszélgettem, rengeteg emberrel beszélgettem órákon keresztül, nagyon sok az elégedetlen ember, alig-alig vannak vásárlók, tehát nincs, helyesebben vannak nézelődők, és sokkal beszélgettem, nagyon-nagyon sokkal, fiatalokkal, idősekkel, mindenkivel. Volt olyan, aki rögtön azt mondta, hogy őt ez a párt nem érdekli, meg hagyjam ezt a pártot, hát a korábban említett zsidózás, meg hasonló, de azért nagyon soknak szimpatikus, a Smukkúr. Szimpatikus azért, mert ugye a szép korokat támogatja. Hát, hogy én is 68 éves elmúltam, tehát tudom, benne vagyok ebben a korban, hogy mit jelent ebben a korban élni. Minket nem igazán szeretnek sehol. Nem szeretnek, hogy azt mondják a fiatalok, hogy el kell tartani bennünket, de azt nem mondják, hogy mi 40-45 évig dolgoztunk, és mi letöttük az asztalra ugyanazt a pénzt, amit ők nem tesznek le. Na de ugye ez egy olyan dolog, hogy ahol én azt vallom, hogy ahol idősnek nem jót, fiatalnak nem érdemes lenni. Tehát ezen mindenképpen változtatni kell, és ha mindig pártolja az időseket, mindig pártolja, és senkitől, egyetlen egy képviselőtől, vagy nem láttam azt, hogy kiment volna oda a hajléktalanok, vagy a munkanélküliek ott köré Pestre. A Smukkúr minden nap kimegy, és ott beszélget az emberekkel, és azért ez óriási dolog. És nem azért, hogy azok szavazzanak ránk, mert lehet, hogy felének nincs is szavazati joga, mert hogy az utcán lakik munkanélküli, nincs neki állandó bejelentett lakása, tehát nem is tudna szavazni ránk, ha akarna sem. Mely rétegeket, vagy korosztályokat, vagy csoportokat próbálják megcélozni a magyar lakosságon belül? Hát én részemről meg úgy tudom, hogy a képviselőjelölt társaim részéről is nincs korhatár. Tehát ez nem korhatár függő. Beszélgettem például Ináccson a napokban beszélgettem egy nagyon aranyos kis 21 éves kislánnyal. És úgy mentem be oda, hogy beszélgettünk, és mondta az anyukája, hogy hát ő a Fideszre szavaz, ő a Fidesz, mit tudom én. Mármikor egy 20 perc múlva kijöttem, egyáltalán nem volt benne biztos, és a kislánynak is, mikor beszélgettünk a kislánnyal is, nagyon jól el tudtunk vele beszélgetni, és a kérdéseire maximálisan tudtam választani. És ő nagyon örült annak, hogy én megtiszteltem a ő házukat azzal, hogy elmentem hozzájuk. Tehát ilyen tapasztalat sokszor van. Sokszor van olyan is ezzel, hogy elküldenek. Akkor mondom elnézést, mindenki arra szavaz, akire akar. Nem sietődök meg, hanem mosolyogva megköszönöm. És ilyenkor szokta ismertetni a párt programját, mondjuk? Igen, igen, igen. Nagyjából el szoktam mondani, hogy mi az, amit szeretnénk. Hát nem az egészet, mert arra nincsen idő, de akit érdekel, annak elmondom az egészet. Tehát persze, természetes. És akkor, amikor említette, hogy decemberben alakult a párt, vagy ön akkor kapcsolódott akkor kapcsolódtam be a munkába, akkor mivel kezdte, vagy hogyan elolvasta a párt programját? Természetes, naponta az interneten kapjuk az információkat, persze természetes, minden rendezvényre elmentem, több rendezvényen jelen voltam, és elmentem, hát még a kis cipőkhöz is mentem felolvasni, ott is fölolvastam 78 embernek a nevét, tehát azért igyekeztem minden ilyen rendezvényre elmenni, és mindenhol magamba szívni egy kicsit a pártnak az ideológiájából, tehát hogy minél többet szívjak magamba, hogy minél többet tudjak, minél tájékozottabb legyek. Bár ugye ezt tudjuk, hogy a parlamenti képviselőket mindig a nép válassza meg.
de az sem titok biztos ön előtt sem, meg más előtt sem, hogy az elmúlt 4 éves ciklusban 33 képviselő volt, aki meg se szólalt. Uh-huh. Na most én úgy gondolom, hogy az hálátlan a választóival szemben. Uh-huh. Ha engem megtisztelnek a bizalmukkal, hogy rám szavaznak, az a minimum, hogy az érdekeit képviseljem a lehetőségeimhez képest nem 100, hanem 200%-kal. Uh-huh. Nem lenne önben egy bizonyos félsz, vagy félelem, hogyha mondjuk a parlamentben fel kéne szólalnia és elmondani a véleményét? Miért? Hát én nem tudom, én biztos félnék. Azok is olyan emberek, mint mi vagyunk, azok is lehet, hogy okosabb emberek vannak a parlamentben, meg szebbek, de hogy hangosabbak nem lesznek, az biztos. Tehát én nem félek, én tartottam már előadásokat több száz ember előtt, tehát ilyen problémám nincsen, meg hál' Istennek meg is áldottak elég jó beszélőkkel, tehát olyan gondom sincs, hogy zavarba is nagyon ritkán jövök, úgyhogy tehát nincsen ilyen problémám, hogy nem érnék felszólalni, bár már csak ott tartanánk. Végül is hány képviselőjelöltje van a pártnak? 82, országosan? Mint említettem, 82, 85-öt indítottunk, és 82 bejutott, tehát 3 képviselő az, aki nem jutott be. Hát volt olyan, akit hát visszalépett, mert segítettek neki abba, hogy visszalépjen, tehát ilyenünk volt egy, de ez az ő döntése volt. És hogyha esetleg bejut a parlamentbe, akkor másnap mi lesz az első dolga? Amihez hozzáfog. Hát természetes, először kell ismerkednem ott a dolgokkal, a helyzettel, tehát nem lehet úgy ajtósó bemenni, hát először nyilván azzal a légkörrel magamban kell szívni a parlamentnek a levegőjét, tehát ott az először mindenképpen ott ismerkedek a többiekkel, és már a második naptól kezdve dolgozom ki a programokat, a terveket, hogy miben fogok felszólalni, és miben tudok segíteni, és keresem a lehetőségeket, hogy segíteni tudjak. Lakos Veronikának köszönjük, hogy megosztotta mindezt nézőinkkel, és sok sikert kívánok. Én köszönöm, és még utolsó mondatként szeretném, hogyha minél többen rám szavaznának, megtiszteltetésnek venném, és megígérem, hogyha rám szavaznak a választóim, nem fognak bennem csalódni. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek egészséget, békességet, boldogságot kívánok, és jó éjszakát!